Érkeznek a gyerekek és szüleik a Szederkényi Művelődési Házba december 7-én délután. Itt tartották az adventi készülődést és a Mikulásváró programot egy helyi egyesület szervezésében. Idén a legnagyobb hazai energiaszolgáltató segítette anyagilag a műsor megvalósítását. Az idei évben első alkalommal az E.ON-hoz is pályázatot adtunk be, és ugye ezzel ők támogatták, ami nagyon nagy segítség, hiszen nagy anyagi terhet jelent ez ugye az egyesületünknek, viszont eddig ezt átvállalt. Az egyesületünk mindig egy kis kreatívkodással kezdünk, ugye 3 órától volt már a kreatívkodás, most meg már átmentek, a gyerekek várják a Mikulás műsort, és akkor utána jön a Mikulás is, ha minden igaz. Összesen 145 gyerek vett részt a Mikulás ünnepségen Szederkényben. Szajkon is segített az E.ON. Köszönjük szépen, ez a szép már. Itt a helyi Fogadj El alapítványt támogatták, akik értelmileg sérült felnőtteknek segítenek. Az adventjüket egy közös programmal tették szebbé. Nagyon örültünk az E.ON által kért pályázatnak. A mi adventünk 2018 programsorozatot tűztük ki ebben a pályázatban célul, ami 3 alkalmat takar. A 3 alkalom az advent első 3 vasárnapja. Az energiaszolgáltató idén először hirdette meg jótékony kezdeményezését. Ebben azt vállalta, hogy pénzzel segíti az adventi programok megvalósítását azoknak, akik sikeresen pályáznak hozzájuk. Közösségi programszervezők és gyermek- és családellátó intézmények jelentkezését vártuk. Nagyon örültünk, hogy nagyon sokan jelentkeztek, és végül is az a döntés született, hogy 15 ilyen intézményt tudunk támogatni. A célunk az volt, hogy ezt az adventi időszakot minél többek számára örömtelivé tudjuk varázsolni, vidám és meghitt pillanatokat tudjunk teremteni a programok által. Baranya megyéből a Szajk és a Szederkényi programot támogatták. Több 100 000 forintot kaptak a szervezők a megvalósításhoz.